Szeptember közepén feltöltötték a rendszert, most pedig már el is indították a fűtést. A vonatkozó előírások szerint a fűtés szezon akkor kezdődik, ha három egymást követő éjszaka a levegő éjjeli átlag hőmérséklete 10 Celsius fok alá esik. Mint megtudtuk, egyelőre csak a reggeli és a kora esti órákban melegednek ki a fűtőtestek, napközben pedig csak abban az esetben melegítenek a lakásokban, ha a nappali hőmérséklet 15 Celsius fok alatt lesz, mondta el kérdésünkre Ráduj Mihály. Az Urbán Árt igazgatójától megtudtuk, a felső lakótelep egy része még fűtés nélkül van, ott még most szerelik azokat a lépcsőházi modulokat, amelyek segítségével hatékonyabb szolgáltatást nyújt majd a közüzemek. Ilyen berendezések a város több pontján vannak már. Mindenképp a kinti időjárás függvényébe adjuk be a fűtést. Amúgy el kell mondjam, hogy már több mint két hete, hogy a lépcsőházi modullal és vízszintes elosztással ellátott tömbházakba van lehetőség fűtésre, tehát akinek szüksége volt rá, tudta használni, mert ezekben már tudtuk ezt biztosítani. A terv, hogy a vízszintes elosztást minél több lépcsőházba kiépítsék, a hőátadó modulok segítségével pedig a fogyasztók bármikor használhatják a fűtést, tette hozzá Ráduj. Folyamatosan várják azok jelentkezését, akik szeretnének áttérni erre a fajta távfűtésre. Idén 10 lépcsőház döntött ez a megoldás mellett, így már összesen 50 lakóházban van bent a technológia. Az Urbán Árt szakemberei télen is vállalják a szerelést, mondta el még Ráduj. Szintén ide kapcsolódik, hogy a szolgáltatás ára ezúttal sem lesz magasabb, mint az elmúlt években, vagyis marad a 240 lejes lakossági gigakalóriánkénti ár, jelenleg mintegy 2200 háztartás kapja a melegetés a meleg vizet az Urbánától.